Megérkezett az ígért lehűlés, az éjjel nagy viharokkal csapott le a hidegfront szerte az országban. A tűzoltókat több mint 300 helyre riasztották, a legtöbb bejelentés Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett. Főleg a kidőlt fák okoztak kárt, sok helyen áram sem volt, a vízimentők pedig a Balatonon már egy bajba került vitorlásról mentettek ki 4 embert. Kidőlt fatörzseket és letört ágakat takarítottak el bár évén a hajnali vihar miatt. Az időjárás a házakat sem kímélte. Leszakadt villanyvezetékek és megrongált háztetők vannak szinte mindenütt. A viharos szél mellett a jég és az eső is hatalmas károkat okozott. Erre a házra egy hatalmas fenyőfa dőlt rá, mondja ez a fiatal asszony. Először ugye csak villámlott, utána jött a nagy zivatar, és akkor a jég. Jég is esett, és a nagy eső. Úgyhogy ahogy levitte a tetőnknek azt a részét, ugye a gaj, és akkor ugye ömlött be. A község műemlékvédett kastélyában is jelentős károk keletkeztek, de a vihar miatt az orvosi ellátás is szünetel, mondta a település jegyzője. Jelentős károkat okozott az éjszakai vihar, legnagyobb kár az orvosi rendelőt érte, úgyhogy a mai napon az orvosi rendelés szünetel, beázott, teljesen letépte a tetőszerkezetet, beázott, a gépeket tönkretette, úgyhogy itt jelentős kár van, minden az önkormányzatnak minden intézménye megsérült. Egerben is megmutatta hatalmát a vihar. A heves megyei tűzoltók 34 helyszínen avatkoztak be, hétfő éjszakától kedd délelőttig, jellemzően kidőlt fák és leszakadt ágak miatt. Ez pedig már Budapest. Sok helyen parkoló autókban okozott kárt a vihar. Folyamatosan érkeztek a bejelentések a tűzoltókhoz. Budapesten 25 helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat az időjárás okozta viharkárok miatt kedden délelőtt 10 óráig. Elsősorban kidőlt fák és letört ágak miatt van és volt szükség az egységek beavatkozásaira. A vihar miatt országszerte több mint 300 helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. A legtöbb riasztást Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett. Sok helyen a tűzoltók a szolgáltatókkal közösen dolgoztak az áramszolgáltatás visszaállításán. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője szerint célszerű a vihar után felmérni az otthonunk környezetét, hogy mi az, ami sérült. Ilyenkor, vihar után tanácsos az otthonunkat körbejárni, és felmérni, hogy milyen károk keletkeztek. Az elszakadt elektromos vezetékeket fontos, hogy ne közelítsük meg. Hogyha közművek sérültek, akkor a legjobb, ha hívjuk a 112-es segélyhívószámot és a szolgáltatót. A keletkezett károkat érdemes minél hamarabb helyreállítani. 90 km per órás széllökések voltak a Balatonnál is. Éjszaka 4 főt kellett kimenteni egy bajba jutott vitorlás fedélzetéről. Telefonos alkalmazással kértek segítséget. A vízimentők magyarországi szakszolgálata videót is készített, ahogy a vitorlást sikeresen biztonságba helyezik az Alsóőrsi kikötőben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint néhány napig marad az enyhe idő, a hőség hétvégére térhet vissza.